üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Megvan a hajam, megnyújtatok mindenki, csak benne van a pulcsimban, mindig eljártam ezt a trükköt, de esküszöm nem direkt. Szóval egy vlognak kinéző, de mégsem vlog videót hoztam ma nektek. Igazából azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha kipakolnánk a mögöttem lévő kis kincses szekrénykémet. Nem tudom, hogyha tudjátok, de akkor elmondom, hogyha nem, hogy ebben a szekrényben tartok minden olyan dolgot, amit egyszerűen és hogy imádom így rendszerezni őket, imádom őket elpakolgatni, szépen szem előtt tartani, de most eléggé kaotikus benne a dolog, és arra gondoltam, hogy kipakoljuk együtt, átnézzük, hogy mi van benne, a rendet rakunk benne. Volt már egy ilyen videóm egyébként, ha jól emlékszem, igen, elég rég, de azóta nagyon sok minden változott, nagyon sok minden elegészült ki ez a kis szekrény, úgyhogy arra gondoltam, hogy most aktuális is, meg igazából szerintem ez egy jó videó ötlet, hogy így pakolászunk, csalózsokat nézünk, rendszerezünk. Igen, szerintem ez egy jó kis őszi program lehet, főleg, hogy tele van őszi dekorral is elvileg ez a szekrény. Úgyhogy azokat is ki akarom szedni, mert picit dekorálnám már ősziesebbre a szobámat is, ugye? Úgyhogy ez lesz a mai videóban, bízom benne, hogy tetszik majd nektek. Egyébként sokan szoktátok kérdezni, hogy honnan van a szekrény, ez egy szett egyébként, 1, 2, 3 darab tartozik a szedbe, és Kikából vettük, de már egyébként elég rég, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy van-e még ebből a szedből, vagy nem, de egy nagyon szép, masszív, kicsit retrós, kicsit csajos szett. Bemutatom mindjárt úgyis közelről nektek. Úgyhogy igen, Kika, és nem tudom, hogy van-e még belőle igazából, tehát tényleg nem, fogalmam sincs, és a nevére sem emlékszem, az a baj. Én tényleg imádom az ilyen pakolós, tevős-vevős videókat, és nálam ritkán van ilyen, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez most akkor megérdemel egy külön videót, mutatom is nektek, hogy pontosan miről van szó. Tehát erről a szekrényről volna szó. Tényleg ez az én kincses szekrénykém, és ezt egyébként fogom vinni magammal majd az új házba is, természetesen, itt nem hagynám semmi pénzért, hiányzik egy fogantyúja, mert akartunk venni még fogantyúkat egyébként ide a szobámba, olyasmit, mint ami ezen a szekrényen van, csak végül nem találtunk, és elfelejtettük visszaszerelni apával, na mindegy. Szóval, lássuk! Három polc. De azért már szerintem most látható az, hogy azért rend itt nincs. Én valamilyen szinten látom benne a rendszert, de igazából ráfér egy jó nagy szelektálás szerintem így az egészre. Annyira jó illatok jönnek ki belőle, mert tele van lással is ezen az oldalon, nem tudom, hogy láttátok-e. Imádom. Van, amikor csak így kinyitom az ajtait, hogy jöjjön ki a jó illat a szobámba, olyan, mint egy illatosító tényleg, ez a sok lásztuc. Na, úgyhogy leülök most ide, és akkor együtt kiszedjük a dolgokat, és megnézzük, hogy mi micsoda, honnan van esetleg. A láss sarkot szerintem mindenféleképpen itt fogom hagyni, mert nem igazán van most hova pakolni őket, illetve itt tényleg szeretem az összképet, majd az új házunkban, nagyon fura ezt kimondani, az új házunkban valószínűleg a fürdőszobában lesznek már ezek a láss termékek, úgyhogy ezeket nagyon nem is akarom piszkálni, esetleg annyi, hogy a fürdőbombáknál egy pici rendet rakok, és picit kitakarítom, mert úgy látom, hogy elég sok morzsa van benne ebben a kis tálkácskában, ugye, úgyhogy azt most megcsinálom. Ebben szappanok vannak egyébként, ez is láss. Szóval itt van egy ilyen fürdőkádas, fürdőszobás szekció, ez itt egy tusfürdő egyébként, azt kell, hogy mondjam, hogy imádom, a Notinóról van. Nem tudom, hogy miért nem használom, mert egyszerűen annyira szépnek látom, meg annyira jó az illata, meg olyan különlegesnek is látom egyébként. Bath & Body Works, szerintem azért, hogy inkább így megtartogatom. Amúgy nagyon-nagyon szeretek dolgokat megtartogatni, ezt azért el kell, hogy mondjam, és csak úgy rájuk nézni. Fura, tudom, de ez az igazság. Ezeket Zsuzsitól kaptam, ugyancsak az új házban, nézzétek meg, milyen csodálatos, tavaszias, nyárias, pont aktuális lesz elvileg, akkor, mikor majd beköltözünk, gyönyörű, és egy ilyen kis konyharuhát is kaptam tőle, ez is nagyon szép. Ezt is valahova el kéne rakni egy olyan helyre, ahol nem tudom, így jól megvan, itt egy picit pluszban van, úgy érzem, és ami még ezen a szekción található, az ugyancsak pár ilyen testápolási termék, illetve pár fürdős cucc Zoellának a márkájából.
ezeket vásároltam meg még tőle. Vannak gyertyák még ezen a szekción, egyszerűen imádom őket. Ez el van törve sajnos, de ugyancsak használható természetesen. Ezeket a gyertyákat annyira szeretem, hogy el nem tudom mondani. Van még ilyen Aurora Candle-ös gyertyám is, látjátok? És ezek is nagyon-nagyon jók, imádom őket. Szóval gyertyás, testápolós, a fürdőbombás szekció, ez kiegészítve egy-két művirággal, egy testpermettel, vagy mi ez? Vannak itt még egyébként ilyen láss dolgok még testre, és ha ez nem lenne elég, akkor ezek ilyen karácsonyi dekor cuccok. Ezeket karácsonykor szoktam felhasználni. Ó, és nézzétek! Ebben cukorkákat találunk, kérem szépen. Tényleg van itt minden. Na, akkor szortírozzuk ki a dolgokat. És hát ugye rá is térhetünk talán az egyik legkaotikusabb polcunkhoz, ami ez a középső polc. Nagyon sok füzet van benne, és olyan termék, amit amúgy szeretek, de mivel oda be van így nagyon rakva, nem feltétlenül használom őket, de tényleg abban bízom, hogy ha egyszer ugye elköltözünk, akkor ott mindennek meg lesz a helye. Úristen, még vannak gyertyák, amik nem fértek. Ú, itt még sok gyertya van, úgy látom, ami nem fért ide fel. Úgyhogy ezt még ide felrakom. Remélem be fogom tudni tőle zárni az ajtót, vagy lehet, hogy a gyertyákat, az összeset ide fogom tenni, és akkor a többit majd meglátjuk, hogy hova? Hát nem tudom. Itt egyébként polaroidos sarok is van, mint láthatjátok, egy csomó polaroid fotó, meg film, akkor matricák, tényleg füzetek, naplók, határidőnaplók, akkor muffin kosárkák, egyébként ezeket imádom, nem tudom, ti hogy vagytok vele, majdnem leesett. Annyira szeretem ezeket a kis muffin kosárkákat, és szoktam őket gyűjtögetni, de használom is őket nyilván, amikor sütök. Akkor egy kis szuvenír van még ott Rómából. Jesszusom, jesszusom. Aha. Hát igen, persze, hogy leesett. Ezt nagyon sokat használom dekorelemként igazából. Csomagolásra is nagyon szeretem, szóval az maradt. Ebben, ha jól emlékszem, ezt képzeljétek, egy ilyen kis tartódobozka a polaroid fotóknak, amiket nem raktam ki oda a tükörhöz. Nagyon sok van, és nagyon szeretem őket nézegetni. Az a tervem, hogy egyszer csinálok belőlük nyilván egy albumot is, csak még annak nem jött el az ideje, addig itt tárolom őket. Egy kis csomagoló papír. Az a baj, hogy mindent szeretek itt látni egy helyen most. Ha ezeket elrakom valahova máshova, akkor megint nem fogom tudni, hogy hol vannak, akkor nem látom őket itt a többi mellett. Ezt akartam én nektek megmutatni, ezt Varintól kaptam, Ines férjétől, és annyira tetszik. Alig várom, hogy kirakhassam egy olyan helyre, ahol jól is mutat, és így passzol a dekorhoz, mert most a szobámban annyira nem mutat jól, vagy nem is tudom, de lehet, hogy kirakom mégiscsak, mert itt csak bent van a szekrényben, és sose látom, és egyébként működőképes is, úgyhogy ez is nagyon vagi. Elég sok Instax filmem van. Szeretem az Instaxot, ha még esetleg nem tudnátok volna. Gázspré. Hát miért is lenne gázspré az én szekrényemben? Ezt még Pesten szereztem be magamnak, majd lehet egyszer elmesélem, hogy miért. Meg volt rá az okom. Ez egy nagyon személyes kis
könyvecske, füzetecske, albumocska. Tele van képekkel Dáviddal. Ó, de cuki. Ezeket még majd ki kell egészíteni. Csomó közös fotónk van. Ezeket nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ez is itt van, ez is szupi kis emlék. Kérem szépen nézzétek meg, ebben is képeslapok, órarendek, csomagoló papírok, matricák. Jesszusom! Jesszusom, mennyi minden! Középső szekció. Ebbe raktam bele a nagyon sok matricát, az ilyen kis ajándék, kártyácskákat, képeslapokat, igazából mindent. Ugye itt vannak a füzetek, naplók, mappák, minden, amit el tudtok képzelni, posztitok. Ebben van pár ilyen kis dekorelem, amit nem igazán tudtam hova tenni máshova, úgyhogy így ez itt maradt. Itt van még egy-két ilyen ajándék dobozka, ebben vannak a polaroid fényképek, amiket már mutattam nektek, és akkor ez a sarok ilyen mindenfélés, az ott bent egy olyan kis részleg, ahol minden van, ugye a gáspétől megkezdve a gyufán át, és akkor van még itt egy ilyen kis gyertyás szekciónk is természetesen. És akkor most jön az alsó polc, amiben leginkább dekorelemek vannak egyébként, elég jól összeszedve, bár nagyon bezsúfolva, ha jól megnézitek, úgyhogy inkább itt az lesz a cél, nem is feltétlenül az, hogy kipakoljam az egészet és átrendezem, hanem inkább az, hogy kiszedjem a Halloween-i őszi dekorokat, és berakjam helyettük a nyári dekorelemeket. Van egy pár ilyen cuccom. Jesszusom, hát egy kis nyári, karácsonyi, halloweeni, minden, amit el tudtok képzelni. Ez nagyon jó lesz majd videózáshoz, úgyhogy ezek maradnak. Itt is van a halloweeni dekoráció. Ezzel még egy picit várhatunk most. Egyébként a sima őszi az elsődleges, úgyhogy ezt elteszem még szerintem, tehát még visszarakom, de tudni fogom, hogy itt vannak. Hát igazából ez az, amit találtam őszi dekorként, nem a legjobb, vagy a legfantáziadúsabb. Itt, ami még van, hát az nem annyira őszi. Na hát, nagyjából összeállt a kép. Sok mindent kell még elpakolnom, amiket már ide-vissza nem szeretnék tenni, úgyhogy keresnem kell nekik más helyet. Mert rájöttem, hogyha túl sok minden van, akkor nem látom át, és nem tudom, hogy mi az, amivel rendelkezem. Ugye ezt már mondtam nektek. Ez a középső kis polcocskánk. Hát és itt van a káosz még mindig. Egyébként itt oldalt ebben ilyen ajándékzacsik vannak, amiket nagyon szeretek gyűjteni. Ez is furcsa, na de mindegy. Úgyhogy ezt itt annyira nem bolygattam meg, kivettem pár őszi dekort, és megnéztem, hogy mi az, ami van, hogy tudjam majd Halloween-re, stb. De szerintem azért sokkal jobb az összkép, és szellősebb, úgyhogy teljes mértékben meg vagyok ezzel elégedve, mert csak az a kérdés, hogy amit kiszedtem, és nem szeretnék ide visszapakolni, azokat hova fogom tenni, de majd kitalálom, úgyhogy nagyjából készen vagyunk. Szóval, nagyjából ennyi lett volna már ez a videó, ezt még itt el kell pakolnom mindjárt. Közben mindjárt jön a fotósom, fotózunk, úgyhogy el kell lassan köszönnöm. Szóval, ha szeretnétek még ilyen pakolós, takarítgatós, rendezgetős, csajos vlogokat, akkor azt írjátok meg nekem. Ugye nem annyira volt ilyesmi a csatornán, de én egyébként nagyon szeretem ezt csinálni úgy amúgy kamerákon kívül. Imádok pepecselni, tenni-venni a cuccaim közt, nézelődni, nem tudom, rendezgetni. Tényleg ilyen kikapcsolódás számomra, szóval, hogyha még szeretnétek hasonlót, akkor azt írjátok meg nekem a komment szekcióban, bízom benne, hogy tetszett nektek, és sok puszit küldök nektek, aztán találkozunk legközelebb. Sziasztok!